Jó estét kívánok! Önök a Kaposport magazin szeptember 12. adását látják. Somogy megyei rangadót rendeztek a hétvégén a női kézilabda NB1-ben. A Siófok KC a Balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémia együttesét fogadta a Kis Szilárd sportcsarnokban. Az első 10 percben váltakozva vezettek a csapatok, majd 5-öt után a NEKA átvette a vezetést. A fiatalokkal teletűzdelt vendégek átlövései sok gondot okoztak a siófokiaknak, míg a NEKA gólvonalán Véninger Alexa védett remek formában. Az első játékrész hajrájában 5 góllal is vezettek a balatonbogláriak, de Jan Jusebics gólja után közte 4 volt a szünetben. A fordulás után 5 percig érintetlenek maradtak a hálók, a gólcsendet debreceni Klivinyi Kinga törte meg, aki teljesítményével és 7 találatával a csapat élére állt a második játékrészben. De természetesen a NEKA sem hagyta magát, és Bohus Bea tanítványai továbbra is őrizték vezetésüket. Puhalák Szidónia csereként beállva fontos pillanatokban tudott eredményes lenni, 22-22-nél pedig utolérte ellenfelét a Siófok. A hajrában aztán a fordítás is összejött a hazaiaknak, akik végül 28-25-re nyertek a nagyot küzdő balatonbogláriak ellen. Nagyon büszke vagyok a gyerekeimre. Szerintem szenzációsan kézilabdáztak, egy kicsit elfáradtunk. A második fél idő elején muszáj volt cserélni, mert a Lili nem bírta volna végig a sok 2 perc miatt, amit sajnos nem, tehát egyszerűen nem is értem ezt a 2 játékvezetőt, biztos vagy kapok érte, hogy én itt játékvezetőzök, de azért, amikor mondjuk 40 kilós súlykülönbség van 2 játékos között, akkor azért elgondolkodtató számomra. Megyünk tovább. Vallom azt, hogy a munkának meg lesz az eredménye, meg lesz a gyümölcse. Az öltözőben is elmondtam a csapatnak, hogy nagyon büszke vagyok rájuk. Az volt a kérdés, hogy a megbeszéltekből mennyit tudnak a pályára kitenni. Úgy gondolom, hogy maximálisat mentek. A második fél időben tudtunk egy kicsit előrébb lépni a játékunkban, de összességében sajnos nagyon rossz játékot játszottunk. Nem tudom egyelőre, hogy most így meccs után egyből mit kellene mondanom, de biztos vagyok benne, hogy ezen kell változtatnunk, mint edzésen, mint mentálisan, mint fejbe. Tényleg oda kell mindenkinek rakni magát, és nem csak szóban, hanem tettekkel is ezt alá kell tudni támasztani. Úgyhogy bízunk benne, hogy egyre jobban tudunk majd haladni, előrelépni. Itt a következő meccs. Igyekszünk a legjobbunkat nyújtani. A siófokiak szerdán a lista vezető Gyűri Eto otthonában lépnek pályára, míg a NEKA szombaton a Budakalász gárdáját fogadja Balatonbogláron. Lejátszották első hazai mérkőzésüket a nyáron alaposan megerősödött kaposvári Tekések. A közutasok a Győr-Szol TC gárdáját fogadták a Superliga második fordulójában. Mozgalmas nap várt szombaton az Investment közutasok Tekéseire. Elsőként a klub NB2-es csapatát szólították pályára, akik a Tatabányán elszenvedett 7-1-es vereség után a Pápai Vasas ellen javítottak saját közönségük előtt. Mind a két csapatunk, mind az NB2-es, mind a szuperligás első hazai mérkőzését játsz ebbe a bajnokságba. Múlt héten mind a két csapat idegenbe szerepelt. Az NB2-esek sajnos nem jól kezdték a bajnokságot idegenbe, de itthon most tudtak javítani, úgyhogy a hazai meccset meg tudták nyerni. Úgy gondolom most már javuló eredményeket is voltak közöttük, úgyhogy remélem, hogy a további jobban így folytatják. A nyáron alaposan megerősödött szuperligás együttese remekül kezdte az idényt. Botháziék egy héttel ezelőtt a Ferencváros otthonában meccseltek, ahol magabiztos 7-1-es sikert könyvelhettek el. A csapat tagjai szerint ugyanakkor még közel sem lőttek el minden puskaport a Népligetben. Egy kicsit túlzott akarás is görcsösétett egy-két játékost, de összességében én úgy gondolom, hogy egy kezdő meccsen ez még elfogadható. Remélem, hogy a hazai meccsen ez már nem így fog megtörténni és folyni, hanem most már lazábban tudnak, hogy megvan egy győzelem, és akkor ennek következménye lesz az, hogy most hazai pályán már jobb eredményeket tudnak ők is hozni. A közutasokra a mostani hétvégén az a Győr-Szol TC várt, amely saját pályáján kapott ki a tavalyi bajnok Zalaegerszegtől. Minden évben jó meccseket játszottunk itt, most is reménykedem egy magas színvonalú mérkőzésbe. Úgy gondolom, hogy két csapat képes a 600-as átlagra. Igyekszünk megnehezíteni a dolgokat.
szeretnénk nyerni. Múlt héten nem sikerült sajnos, a bajnok Zalaegerszeg utazott hozzánk, de a héten úgy gondolom kicsit több esélyünk van talán, úgyhogy szeretnénk egy jó meccset és 2 pontot is szerezni. A két csapat összecsapása végül kiélezett küzdelmet hozott, hol az egyik, hol a másik együttes járt előrébb, és a végén, ha mindössze 19 fával is, de a győriek diadalmaskodtak. A somogyiak szombaton a Répcelak otthonában folytatják szereplésüket. Remekül kezdte a szezont a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola U16-os kosárlabda csapata. A nyáron kinevezett Tóth Viktor tanítványai mind a 3 mérkőzésüket megnyerték a körcsarnokban. Sokan voltak kíváncsiak az U16-os kosárlabdázók hétvégi fordulójára. A sportiskolások a Honvéddal, a Szegeddel és a Pakssal küzdöttek meg a körcsarnokban. Az edzőmeccseken nem szerepeltünk rosszul, amit játszottunk. Az ellenfelek játékereit abból tudjuk fölmérni, amit most láttunk. Paksot még nem láttuk. Mindenképpen szeretnénk az első kettőbe bejutni, ami ugye a kiemelt felsőházi rájátszást éri, az első két helyezés. Az lenne a cél. Úgy gondolom, hogy a munkát megcsinálták a srácok, nagyon keményen edzettek egész augusztusban, napi 2-t, majdnem minden nap 2 órásokat, tehát tényleg oda tették magukat, dolgoztak nagyon szépen. Bízom benne, hogy a munka ki is fog ütközni most a pályamutatott teljesítményben. A csapat tagjai izgatottan vetették bele magukat a munkába a nyáron kinevezett Tóth Viktor vezetésével. Viktorral idén kerültünk össze először, őt kaptuk edzőnek, és kemény munka volt. Megpuhítottuk, de ő meg megkeményített minket. Nagy reményekkel állunk hozzá, mert igazából ennyit szerintem senki nem készült az egész nyáron, mint mi. És hát előnyöket, egy gyors játékot várunk, felkészültséget, mentálisan szeretnénk a toppon lenni, de tehát nyerni szeretnénk nyilvánvalóan. A keret magját fiatalabb kosárlabdázók alkotják, de a kasis srácok így is szerették volna felvenni a versenyt soros ellenfeleikkel. Egy évvel fiatalabbak vannak a keretben, tehát vannak az öregebbek is 2007-es korosztály is természetesen, de a csapat túlnyomó része a 2008-as. Ezzel együtt én úgy gondolom, hogy már idén is oda kerülhetünk a 16-ban, mindenképpen be szeretnénk jutni, tehát a egyik országos döntőben mindenképpen játszani szeretnénk. De majd meglátjuk, hogy fejlődnek. Most kezdődik az iskola, innen minden fejreáll, úgyhogy majd meglátjuk, hogy dolgoznak a srácok. Tóth Viktor tanítványai számára remekül alakult a hétvége, hiszen mindhárom mérkőzésüket győzelemmel zárták. A szombati nap egyaránt nagy arányú sikert könyvelhettek el az ASE és a Szeged ellen, majd végül egy kiélezett meccsen 96-93-ra győzték le a Honvéd gárdáját. A kaposvári labdarúgás egyik legdicsőségesebb időszaka fűződik Prukner László nevéhez. Az elismert szakember nyáróta a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia elnökeként próbál javítani önszeretett sportága helyzetén. A nyár közepétől Prukner László a Bene Akadémia új elnöke. Az elismert szakember azzal az összetett feladattal lett megbízva, hogy a fiatalok tehetségközpontja folyamatosan fejlődjön, miközben a felnőtt csapatot is olyan szintre emelje, amit megérdemel Kaposvár futball szerető közönsége. Azt gondolom, hogy az energiáimat meg tudom osztani a két terület között, ugye a Testnevelési Egyetemen dolgozom még, és itt pedig hát a polgármester úr és a közgyűlés jóvoltából mostantól a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia és a Kaposvári Rákóczi felnőtt csapatának együttesen vagyok az elnöke, és hát igyekszem ennek a feladatnak majd úgy megfelelni, hogy előre tudjunk lépni, mind az utánpótlás tekintetében, mind pedig a felnőtt csapat vonatkozásában. Prukner László szerint fontos, hogy az akadémiáról kikerülő fiatalok számára nyitva álljon az ajtó a felnőtt csapatba kerüléshez. Olyan alapelveket megfogalmaztunk, hogy az első csapat költségvetése semmilyen formában nem befolyásolhatja az utánpótlás játékosok képzését, fejlesztését és versenyeztetését. Úgyhogy ebben mindenképpen szerintem fogunk tudni előrelépni, egy sokkal szigorúbb, ennek az együttműködésnek sokkal szigorúbbak az alapjai, és ebbe ehhez feltétlenül ragaszkodom minden formában. Én azt hiszem és úgy láttam mindazokon a helyeken, ahol idáig dolgoztam,
ugye is részt vettem a kiemelt akadémiai program elkészítésében, hogy felnőtt csapat nélkül nincsen utánpótlás. Tehát a gyerekeknek célt kell megjelölni. Én azt hiszem, hogy a kaposvári futballban van olyan potenciál, hogy még egyszer arra a polcra kerüljünk, ahova azt gondolom ez a klub való. Már bebizonyítottuk az elmúlt időszakban, hogy több saját nevelésűvel fogunk tudni, vagy tudunk előrelépni. Amikor a 2000-es évek közepén ez egyszer megtörtént, akkor 16 saját nevelésű játékossal jutottunk fel az NB1-be. Én azt remélem, hogy néhány kívülről igazoltal ez rövidesen meg fog történni. Az akadémia új elnöke egy a gyerekek számára vonzó utánpótlás műhelyt szeretne kialakítani a Somogyi megye székhelyen. Azt is kell látni, hogy az utánpótlásban is nagyon kevés gyerek van. Ezen mindenképpen szeretnénk toborzással és a többi megyében lévő klub, utánpótlás nevelő klubbal együttműködve tovább lépni. És szeretnénk olyan szakmai munkát letenni az asztalra, amivel itt tudjuk tartani azokat a gyerekeket, akik 14 éves korukban nagyot álmodnak és elmennek azokra a kiemelt akadémiákra, akik ugye teljesen jogosan csábítják őket. De azt is el tudom mondani itt, hogy ezek közül a gyerekek közül nagyon sokan csalódottan, de megpróbálnak visszajönni, vagy vissza is fogadjuk őket, a nagy többségüket. De látni kell, hogy itthon a legjobb, mert azt gondolom, hogy meg lesz az a szakmai háttér, ami az ő fejlődésüket egyértelműen segíti. Bruckner László a már megkezdett változásokról is beszélt. Szénai Péter személyében új szakmai igazgató került az akadémiára, akinek az utánpótlásban és a válogatottaknál eltöltött évtizedei garanciát jelenthetnek a jövőre nézve. A déli part vitorlásai taroltak az idei Bahart regattán, a négy fordulóból álló versenyre 60-an neveztek. Az utolsó kört a napokban rendezték Balatonbogláron. A versenyre készülődnek a csapatok a balatonboglári vitorlás kikötőben. Mivel egyelőre szélcsend van, nem sok reménnyel szállnak vízre a hajók. Úgy látszik, hogy a mai nap nem túl erős, bőszeles verseny lesz. Ellenben az eddigiekkel, amikor nagyon nem voltok a szél, panaszra a széllel kapcsolatban. A mai nap én azt gondolom, hogy nekünk, mivel hogy az összesítésben a Bahart regatta négy futamán mindig részt vettünk, és viszonylagosan jól szerepeltünk, eddig úgy állunk, hogy vagy második, vagy harmadik helyen tudunk végezni az összesítésben. Mások is a szélben reménykednek. Reméljük, hogy kapunk egy kis szelet, és végig tudunk menni a pályán. Pillanatnyilag ez a legfőbb vágyam. Miután felsorakoztak a vitorlások a képzeletbeli rajtvonalon, el is indulhatott a mezőny, és egy kisebb szellő is megérkezett. Az idei Bahart regatta négy fordulójára átlagosan 50-60 vitorlás csapat nevezett, akik örömmel jótékonykodtak is. Évek óta most már hagyományosnak mondhatóan megrendezzük az árófutamon az Euraquilo jótékonysági futamot a Pécsi Gyermekonkológiai Központ együttműködésével. A bátortáborosok napközben programot szerveznek a gyerekeknek, mi pedig a Bahart regatta futam után egy külön futamot indítunk, ahol a gyerekek és szüleik részt vehetnek a versenyen. Az utolsó regatta futam egyébként Bogláról rajtolt, az első jel Ábrahám-hegynél volt, majd Révfülöp érintésével kellett a hajóknak visszakanyarodniuk Boglára. Az összesítésben a déli part vitorlás csapatai lettek a legjobbak, így a Fonyódi Lábad X, a Boglári Fortuna és a Balatonlellei Penny. Kedves nézőink, Önök a Kaposport magazin szeptember 12-i műsorát látták. Friss sporthírekért és videókért látogassák meg internetes lapunkat a kapos.hu-t. Köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra!